Nem gondoltam volna, hogy bármikor is beszélnem kell majd a Fekete Lovag műhold rejtéjéről, hisz azért ez mégiscsak egy nagyon régi és szerintem nagyon ismert rejtély, de mivel az utóbbi időm alatt megjelent ez a komment, foglalkoznál esetleg a Black Knight műholddal? Nagyon kevés tartalom van róla magyarul. És még ezen kívül több más hasonló komment is megjelent, ezért akkor legyen. És nem tudom, hogy miért írtad azt, hogy nagyon kevés tartalom van róla magyarul, hisz ha net az hemzseg a Fekete Lovaktól, de akkor most már egyel több videó lesz róla. Ebben a videóban a Black Knight műholdról, magyarosítva a Fekete Lovag műhold rejtéről ejtek pár mondatot. Egy olyan műholdról van szó, vagyis igazából kérdéses, hogy ez egy műhold-e. Egy olyan objektumról van szó, amely egyes elméletek szerint már 13 ezer éveit kering a Föld körül, és rádiójeleket bocsájt ki, amelyeket elméletileg a világ egyik legnagyobb felfedezője, feltalálója, már Nikola Tesla is észlelt. Még mielőtt elkezdenénk, szeretném kihangsúlyozni, és lehet, hogy talán mindegyik videómat egy ilyen nagy piros felirattal kellene kezdenem, hogy nem vagyok okos ember, nem okoskodom, csak elmélkedek. Szóval mielőtt megnéznéd ezt a videót, és lenne szó bármelyik videómról, azt tudni kell, hogy én nem szeretnék az lenni, aki kiáll a világ elé, és megmondja a nagy igazságot, megmondja a tutit, mert szó sincs erről, én csak általában összerakom a neten felelhető infókat, szálakat, és egy videóba csokrosítom az infókat, most viszont akkor jöjjön a Fekete Lovag rejtélye. Mint az köztudott, Tesla nagyon szerette a vezeték nélküli eszközöket, egyrészt azért is, mert hitt abban, hogy a vezeték nélküli technológiája jövő. Teslának több kísérlete is volt, mint például a képeletadó egyik adótorony, amely Tesla szerint képes volt, vagy képes lett volna a vezeték nélküli kép- és hangüzenetek továbbítására. A képeletadó torony Tesla azon érzékeny vezeték nélküli tornyának a továbbfejlesztett változata, amellyel két évvel korábban, már 1899-ben Tesla olyan rádiójeleket fogadta, amely szerinte bizonyítja a Földön kívüli intelligencia létezését. Tesla úgy gondolta, hogy ez az üzenet nem máshonnan, mint magáról a Marsról érkezett. Az üzenet csupa számokból állt, amelyek nem csak véletlenszerű számok voltak, hanem olyan számok összessége, amelyek rendszerezve voltak. De volt, hogy a számok egy sorrendben voltak rendezve, mint például 25, 26, 27, 28, 29, 30, amely igenis magasabb intelligenciára utal. Tesla elmondását bizonyítja, hogy egy kicsivel több mint 20 évvel később, 1920-ban amatőr rádiósok szinte ugyanezt a jelet fogták, ugyanazt a jelet, mint amiről már korábban már Tesla is nyilvánosan mindenkinek beszámolt. 1954-ben érkezett egy magyarázat a furcsa rádiójelekre. Két újság, a St. Louis Post-Dispatch és a San Francisco Examiner lehozta az amerikai légierő egyik közleményét, miszerint egy vagy két műhold kering a Föld körül, 1954-ben, akkor, amikor még elméletileg egy ország sem volt képes arra, hogy bármit is a Föld körüli pályára állítson. Ám amikor már pár évvel később először a Szovjetuniónak, majd később az amerikaiaknak is sikerült egy műholdat a Föld körüli pályára állítani, akkor mind a szovjetek, mind az amerikaiak felfedezték, hogy tényleg van valami az űrben, amely nem a megszokott irányba kering, úgy, ahogy mondjuk például egy űrszemét vagy egy műhold. Hisz mondjuk, amíg egy műhold nyugatról keletre mozog, a Fekete Lovag pont fordítva keletről nyugatra. Ráadásul 104 percenként úgy kerüli meg a Földet, hogy áthalad az északi és a déli pórusok felett, vagyis magyarul a Fekete Lovag poláris pályán mozog. Aki legelőször szabad szemmel is látta a Fekete Lovagot, az nem más, mint Gordon Cooper, aki a Mercury program keretein belül tervek szerint 22-szer szerette volna megkerülni a Földet, de a 19. megkerülésnél az űrhajó egyes részei elromlottak, ezért Coopernek automata nélkül kellett az űrhajót a Földre korrigálnia. Nos, Gordon Cooper a 15. megkerülésénél azt állította, hogy egy zölden világító UFO-t látott Ausztrália felett. Ezt dokumentálva a központi radaron is látták, bár később Cooper vallomását arra fogták, hogy Cooper űrhajója meghibásodott, túl sok széndioxid került az űrhajóba, amely miatt Coopernek látomásai voltak, és azt sem tudja, hogy mit beszél. De hallucinációk ellenére azért képes volt automatika nélkül is a Földre korrigálni az űrhajót. A leszállást követően valóban rosszul érezte magát, viszont Cooper hozzátette, hogy nem azért volt rosszul, amit az űrben áttélt, hanem amikor az űrhajója visszatért a Földre és a tengerbe zuhant, majd Cooper űrhajója 40 percen át a hullámokon kallódott azért, mert a mentőcsapatnak nem adták meg az engedélyt arra, hogy kimentsék, és ez alatt a 40 perc alatt az űrhajója hánykolódásától a tengeri betegség tünetei jelentkeztek Cooperen, vagyis elmondása szerint szédült és nagyon erős hányingere volt. Mint azt mondtam, a Fekete Lovag rádióeleket bocsát ki magából, amelyeket elméletileg, ha nagyon profik vagyunk, akkor mind a mai napig befoghatunk. Pontosan itt egy Duncan Lunen is, aki nem csak hogy befogta a Fekete Lovag üzeneteit, hanem kis túlzással meg is fejtette azt. De még mielőtt rátérnénk magára a konkrét üzenetre, előtte fontos, hogy megemlítsem azt a kísérletet, amely során a légkör tanulmányozása miatt több rádióelet küldtek a dél-kínai tengerről Hollandiába. Kíváncsiak voltak arra, hogy a jel
mennyi idő alatt, milyen gyengességgel, milyen frekvenciával jut el a dél-kínai tengertől egészen Hollandiáig. A kísérlet egész furcsa eredményt szült, ugyanis a rádióélek feltűnően nagy késéssel érkeztek Hollandiába, és ami furcsa volt, hogy mindezt gyengülés nélkül. Olyan volt, mintha a jel több mint 4 millió kilométert utazott volna oda és vissza, vagyis összesen 8 millió kilométert, és gyengülés nélkül visszatért volna Hollandiába. De mivel ez szinte lehetetlen, ezért az eredményt később a Föld mágneses mezejére vagy egy napkitörésre fogták, ami valamilyen oknál fogva megzavarta a rendszert. Na és itt jön a képbe Duncan Lunen, aki felfigyelt a történtekre, vagyis inkább a furcsaság vonzotta, elkérte a kutatóktól a kísérleti eredményeiket, és az eredményt egy koordinátorrendszerbe rajzolta. Az eredmény ez lett, a függőleges tenger a kibocsátási jeleket ábrázolja, a vízszintes pedig a jelek kislekedési idejét. Az eredmény pedig a következő. A koordináta rendszer elvileg a 13 ezer évvel ezelőtti állapotát mutatja az ökörhajcsár csillagképnek. Mindemellett Duncan nem csak ezt fedezte fel az üzenetben, hanem egy üzenetet is, amelyet ő angolra fordított, és valahogy így szól. Innen indulj. Az otthonunk az Epsilon Boots, amely egy kettős csillag. A hatodik bolygóján élünk a hét közül. Ellenőrizd. A hatodikon a hét közül kifelé számolva a naptól, amely a kettő közül a nagyobb. A hatodik bolygónak egy holdja van. A negyedik bolygónak három, az első és a harmadik bolygónak egy-egy. A szondánk a holdatok körül kering. A helyzetét a térképünkön feltüntetett Arcturus alapján frissíti. Vagyis összességében Lennon szerint a dél-kínai tengerről kibocsátott jeleket a fekete lovak befogta, átalakította ezt egy üzenetté, majd amikor az üzenet Hollandiába érkezett, a kísérlet vezetői csak néztek egy nagyot. Viszont ami nagyon érdekes az az, hogy ezt a rajzot azóta sem vizsgálták meg, és azóta sem mondtak róla semmit. Hogy vajon ez a térkép valóban az ökörhajcsár csillagkép 13 ezer évvel ezelőtti állapotát ábrázolja, vagy sem, olyan, mintha senki sem akarna tudomást szerezni Duncan rajzáról. A fekete lovag valóban egy olyan földön kívüli űrhajó, vagy tegyük fel szonda, amelynek az a feladata, hogy megfigyelje a Földet. Hisz már kerültek elő olyan felvételek, amelyek nem csak azt bizonyítják, hogy a fekete lovag a Föld körül kering, hanem van, hogy a Földre is lenézek kis információért. Lehetséges, hogy egy olyan időkapszuláról van szó, és azért is van a fekete lovag a Földön kívül, hogy biztosan menjen abban, hogy csak akkor nyissuk ki, ha majd elérjük a megfelelő szellemi szintet, és majd felmenjünk érte és kinyissuk. Egyesek szerint a szonda igenis azt figyeli, hogy mi mikor érünk el egy technikai szintet, hisz vannak, akik szerint az sem véletlen, hogy a fekete lovak pontosan azok után kezdte el a rádióélek kibocsátását, amikor feltaláltuk a rádiózást. De egy olyan elmélet is van, miszerint a fekete lovag nem más, mint egy régi fejlett földi civilizáció egyik fennmaradt műholdja, vagy időkapszulája, amiben minden benne van, még az özönvíz előttről, ahhoz, hogy újjáindítsuk a társadalmat és felépítsünk egy fejlődő, virágzó civilizációt. Lehet, hogy a szonda tényleg azt figyeli, hogy mi mit csinálunk, és minden információt eljutat rólunk egy másik galaxisba. Vagy lehetséges, hogy úgy működik, mint egy időkapszula. Minden esetre sokak szerint érdekes, hogy már 1954 óta tudunk a fekete lovag létezéséről, és gyakorlatilag még se tudunk róla semmit, legalábbis nyilvánosan. Mert valahol valakik már nagyon is tudják rá a választ. A hidegháború alatt, és miután kikerültek a fekete lovagról szóló cikkek, az amerikaiak azt hitték, hogy a fekete lovag valójában egy szovjet titkos műhold, ezért egy hatalmas hálózatot építettek ki Amerika területén, annak érdekében, hogy lássák és persze lekövessék egy esetleges kémműhold pályáját. A rendszer 1961-ben valóban észlelt is egy ismeretlen objektumot, amely valóban a poláris pályán halad. Az ügy azonnal egészen a Fehérházig jutott, Eisenhower elnökhöz, aki az ügyet szigorúan titkosnak minősítette. Majd nem sokkal később az egészet visszavonták, mert az adatokat kielemezve és egy kicsit jobban megfigyelve az ismeretlen objektumot, kiderült, hogy ez nem egy másik naprendszerből származó szonda, hanem csak egy 1959-ben felküldött műhold, a Korona KH1-es. Az első fényképek 1998-ban születtek a fekete lovagról, ami tényleg úgy néz ki, mintha nem e világi lenne. Bár lehet, csak ezt mi emberek képzeljük bele. Legalábbis ez a magyarázat erre a fényképre, amely még a NASA hivatalos oldalán is szerepel, az űrszemét nyilvántartások között, sőt azóta elvileg már elégett a légkörben. Viszont ez a kép elméletileg nem a fekete lovagot ábrázolja, hanem az egyik űrállomás építése során elszabadult hőszigetelő lapot. Minden esetre az űrállomást építők elmondták, hogy a hőszigetelő lap valóban ezüstös színű, de mivel az űrben is léteznek árnyékok, ezért tűnik feketének az eredetileg ezüst színű hőszigetelő lap. És egy kis kiegészítés,
Tesla 1899-ben és 20 évvel később az amatőr rádiósok valóban olyan üzeneteket rögzítettek, amelyeket csak bő 70 év múlva fedeztek fel, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ez nem egy egyedi eset. És mind a mai napig érkeznek hasonló üzenetek a világűrből, amelyeket csak úgy hívnak, hogy intelligens, de megfejtetlen jelek. Az egyik talán legismertebb ilyen jel a hűha jel, amit 1977-ben fogtak be. A holland tudósok valóban megkapták a dél-kínai tengerről érkező jelet, és igaz, hogy több másodperces késéssel, viszont a jelenségnek ma már neve is van, ez pedig az LDE. Az LDE jelenséget valahogy úgy kell elképzelni, mintha küldenénk egy levelet valakinek e-mailben, és ugyanazt az üzenetet postán is. Vagyis egy azon üzenet, vagyis ez esetben jel, azonnal és később is megérkezik. A vizsgálatok során kiderült, hogy az LDE körülbelül egy 3 másodperccel később felbukkanó jel, ami olyan, mint egy visszhang, és hogy mitől van, arra már több elmélet is született, és nem lehet tudni pontosan, viszont sajnos nem szerepel a megoldások között az idegen űrhajó elmélet. Amikor Lunen a megfejtését nyilvánosságra hozta, szinte senki sem törődött vele, de lehet azért is, mert Lunen nem csak egy amatőr csillagász, hanem egyben egy sci-fi rajongó és író. Majd amikor látta, hogy szinte senki sem veszi komolyan az ökörhajcsáros csillagképes elméletét, azonnal azt mondta, hogy most, hogy így visszatekint a rajzára, azt látja, hogy elég sok hibát elkövetett, sőt, sokszor figyelembe se vette a tudomány álláspontját a rajz megalkotásakor, ezért visszavonja az összes állítását, rajzát és elméletét. Magyarul beismerte, hogy ezt ő sem gondolta komolyan. És ha már Lunen és megfejtése, akkor néhány szó magáról az üzenetről. Én nem gondolom, hogy egy földön kívülről származó üzenetet ilyen egyszerűen meg lehetne oldani, persze lehet egyszerű, de akkor a földön kívüleknek tudniuk kellene angolul, és mivel tudomásom szerint az angol nyelv nem nyúl tovább a Földön, ezért valószínűsítem, hogy Lunen tényleg csak kitalálta a Földön kívül üzeneteket, mint egy remek sci-fi író. Az 1954-ben megjelent két újságcikk, amelyben azt írják, hogy az amerikai légierő egy vagy két ismeretlen műholdat fedezett fel, ez a két cikk nem volt más, mint egy könyvreklám, amit ezen a képen a szerzője, Donald Keyhoe a kezében tart. Donald Keyhoe egy amerikai UFO kutató író, és pont abban az évben, amikor Keyhoe minden újsághoz becsengetett, hogy információi vannak az amerikai légierőről, miszerint ismeretlen objektumok keringenek a Föld körül, és ezzel az infóval nem volt egyéb célja, mint hogy egy kicsit felverje a port az UFO téma körül, hát ha majd nagyobb közönséget vonz majd a szintén ugyanabban az évben, vagyis 1954-ben megjelenő könyve, ami hadd ne mondjam, szintén a repülőcsészajakról szól. És még valami a poláris pályáról. 1992-ben kiadtak egy közleményt, miszerint a Discover 8 műholdat azért küldték fel és azért állították őket poláris pályára, hogy a Föld összes részét le tudják fényképezni, és az elkészült filmet vissza tudják dobni Amerika területére. Vagyis már 1959-ben is voltak olyan műholdak a Föld körüli poláris pályán, amelyről érthetően a hidegháború alatt miatt nem adhattak ki nyilvános adatokat, de a lényeg, hogy semmi más, csak a Föld lefényképezése volt a program titkos célja, legalábbis ezt állítják. És ami még a Discover 8 műholdak mellett áll, hogy a képen látható műhold sebessége megegyezik az ismeretlen objektum sebességével, valamint attól, mert egy műhold egy kicsit keletről nyugatra halad, az még igenis bejárhat poláris pályát. Ami pedig Gordon Coopert illeti, Cooper egészen a haláláig azt állította, hogy tudja, hogy mit látott, és nem az volt az első eset. Például vannak feljegyzések arról, hogy Gordon Cooper azt állította, amikor még Németországban járt, hogy akkor is UFO-t látott, viszont a vele együtt lévő emberek semmit sem láttak. Ebből talán az következik, hogy Cooper valóban hajthatatlan volt, és minden áron valahol tudat alatt saját magát meghamisítva is szeretett volna hinni a földön kívüli életformákban, viszont persze az sem zárható ki, hogy később bolondnak beállítva próbálták őt elhallgattatni. Ugye mondtam, hogy azt a zöld objektumot, amit Cooper Ausztrália felett látott, a NASA is látta a radaron, és minden forrás ezt már szinte tényként közli. Viszont a NASA feljegyzései között érthető módon nincs ilyen feljegyzés, ami egyrészt érthető, másrészt pedig lehet, hogy csak egy apró támaszték vagy septapasz azoknak, akik hisznek a fekete lovag létezésében. Személy szerint én nagyon szkeptikus vagyok a rádiójeleket illetően, elméletileg is ezt írja az összes forrásom, hogy a fekete lovag mind a mai napig bocsát ki rádiójeleket, amelyeket bárki befoghat a világon. Viszont ami érdekes, hogy ezeket a rádiójeleket még soha senki nem fogta be, annak ellenére, hogy ezt elméletileg bárki befoghatja. Ez esetben én azt érzem, hogy egy olyan dologba kapaszkodnak a fekete lovag elmélet hívői, ami valójában ott sincs, és soha nem is volt. És mielőtt bárki félreértené, Duncan Lunen sem a földön kívüli rádiójeleket rajzolta a koordináta rendszerbe, hanem csak egy földi jelet, ami valamiért késve érkezett Hollandiába. Szóval Lunen rajza sem bizonyítja azt, hogy a fekete lovag rádiójeleket bocsájt ki. És még valami, az űrből egyébként folyamatosan érkeznek rádiójelek, és ezek szinte mindegyike értelmetlen, és van, amikor véletlenül felfigyelünk egy-egy üzenetre.
de azt már nem tudjuk, hogy mit jelent, és azt sem, hogy honnan érkezett. De egyébként is ezt a NASA is elismerte, hogy halomra sorakoznak a világűrből érkező üzenetek, vagyis jelek, de nincs rá ember, aki ezeket részletesen átvizsgálja, és értelmet keressen az értelmetlen sorok kavalkádja között. A NASA sok hivatalos nyilatkozatának egyike végül lehet, hogy mégiscsak igaznak bizonyul, ugyanis egy 3D modellező lemodellezte a fekete lovagot a róla készült összes kép alapján, az eredmény pedig ez. Vagyis feltehetően egy űrhajó hőszigetelő lapja. És az már egy másik kérdés, hogy ezt miért nem tudták a NASA-nál már korábban, miért csak harmadjára sikerült kiadni egy olyan választ, ami valóban igaznak bizonyult. Összegezve lehet, hogy a fekete lovag valóban egy idegen műhold, űrhajó vagy szonda, hisz ma már tudjuk, hogy szinte mindent meg lehet magyarázni, sőt valahogy én is így magyaráznám meg akkor, hogyha el szeretnék oszlatni minden kételyt. Viszont egyes magyarázatok nem magától a NASA-tól származnak. Például az író, aki bement minden rádióhoz, hogy egy kicsit fellendítse az UFO témát, és aztán pont ugyanabban az évben kiad egy könyvet az UFO-król. És ha megfigyeljük az egész fekete lovag rejté történetét, kialakulását, akkor szerintem nagyon jól látszik majd, hogy igaz, hogy így egyben nagyon rejtélyesen hangzik az elmélet, de ha egyesével minden porcikáját átvizsgáljuk, akkor szerintem az is látszik majd, hogy ez a hatalmas nagy rejté erősen veszít majd a varázsából. Végszóként egy kérdés, hogyha majd bármikor is kapunk majd egy ilyen üzenetet, vagy lehet, hogy már kaptunk is, akkor szerintetek milyen hat majd benne? Valószínű, hogy majd nem angolul és nem magyarul kapjuk majd ezeket az üzeneteket, és az is biztos, hogy nem lesz egy egyszerű feladat ezeket megfejteni, még a legnagyobb koponyák számára sem. És jut eszembe, mi is küldtünk már ilyen üzeneteket a világűrbe, amelyekben leírtuk azt, hogy kik vagyunk, hol élünk, mi az az ember, meg hogy néz ki egy bálna. Igen, nem akarom a nagy okosat játszani, de nem lehetne olyan üzeneteket továbbítani, ami úgy tényleg lényegre törő és egyszerű, de mégis azt sugallja, hogy azért intelligensek vagyunk. És ez csak egy ilyen apró szösszenet volt a gondolataimból és a miértjeimből, viszont jöhetnek a hozzászólásokban a ti meglátásaitok és gondolataitok is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a szavaimat, és hogy megnéztétek ezt a videót. Páááá!